Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Verez Zoltán plébános, a Karcagi Szent István templom plébánosa. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm, és köszöntöm a kedves tévénézőket. Tavalyi év augusztus 1-től láttál szolgálatot itt városunkban. Eltelt már egy pár hónap. Adja magát a kérdés. Hogyan érzi magát itt Karcagon? Hogyan sikerült együttműködni a karcagi katolikus közösséggel? Hát köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam. Azt gondolom, hogy az első perctől kezdve nagy örömmel fogadott egész Karcag városa. És ezt tapasztalta. Aztán mi van a mögötte, nyilván ez később fog kiderülni, de úgy érzem, hogy minden területen, akár a Szűkegyházközségben, akár az egész város, önkormányzat, különböző részei a városnak, a másik egyházak, mint azt mondom, hogy alapvetően pozitív képet mutattak. Én csak pozitívan tudok nyilatkozni az első fél évről. Nyilván a váltás mindig nehéz. Mindig meg kell tapasztalni az elköszönés, a gyász folyamatnak a megélését, és hát az újnak az elfogadását, annak a reményét. Én igyekeztem azt az átmenetet pozitívan megélni. Nyilván 18 évig voltam és az előző helyemen, és hát eléggé kötődtem hozzájuk természetesen, de nyilván mi tudjuk, papok, hogy ezt vállaltuk, hogy amikor az érsek főpásztor kér valamit, akkor engedelmességet hajtunk és megyünk. És hát nyilván nem gondoltam én se Karcagra, egyáltalán eszembe sem volt, hogy idejöjjek, de nem igazából nem volt bennem félelem, hiszen úgy gondolom, hogy az élet már annyira megedzett 17 éves korom óta, hogy akárhol megyek, én minőt jól érzem magam. Tehát nem okozott nehézséget. Nyilván a kumentalitást igyekszem megismerni, a birkapörköt alapvetően szeretem, úgyhogy ez nem okozott problémát. Maximum a diétámmal kell néha ütköztetnem, de egyébként azt gondolom, hogy minden a legnagyobb rendben zajlódott, és átmenet is azt gondolom, hogy elég jól sikerült. Rengeteg feladattal, meg sok-sok ötlettel, amit a Szentlélek sugalt és elindult bennem, úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk. Igen, a pozitív gondolkodás, a jóban való hit, az emberek szeretete, az ugye mind-mind támogatja az úton, és észrevettük, hogy az elmúlt időszakban azért rengeteg program valósult meg. Említsünk meg néhányat ezek közül. Hát ugye, amikor rögtön megérkeztem, rögtön a búcsúba csöppentem bele, hogy a Szent István király ünnepébe is, hát nyilván rögtön kellett készülni, hát nem sok minden idő volt rá, hogy felkészüljünk, de aztán szépen megcsináltuk, úgy gondolom, megszervezték az egyháztanácsosok vezetésével, és azt mondom, hogy szépen belesodródtunk az élet sűrűjébe, ugye az iskola nyitás, ugye a véniszánkt a gyerekeknek, aztán szépen nagy kezdtem megismerni a helyzetet, próbáltuk felmérni, miket tudunk csinálni. Nyilván az iskola is adta magát a programokat, hogy mikor még következzen. Az adventben, ugye különösen a lelki felkészülés jegyében, a karácsony ünnepére való felkészülésben, ugye igyekeztünk valami újat, valami szokatlant behozni. Így a Páter Rock zenekart hívtuk meg, ami a délenében nagy sikert aratott a gyerekek körében, sőt a nagyon sok hívő utána mondta, hogy hát ők miért nem tudtak róla, hát mindenképpen vissza kell majd őket hívnunk majd a nagy plénum elé is. Ez egy különleges lelki gyakorlat így volt, igen, teljesen különleges. És miért különleges ez a zenekar? Azért különleges, mert minden tagjuk, tehát a két gitáros, a dobos, meg a billentyűs és az énekes is mind katolikus papok. Tehát működő katolikus papok az egyházmegye különböző részein. És hát ők tanítást is adtak, és közben nyilván egy-egy ilyen beat számmal pedig alátámasztották. Még egy dalerejéig engem is fölcsábítottak a színpadon, és én is beszálltam énekelni. Szóval ez egy nagyon jó élmény volt azon a gyerekek számára, és hogy hát ez egy kicsit másabb, de azon, hogy szórakoztatóbb, de ugyanakkor nem jelenti azt, hogy kevésbé volt hangsúlyos, és kevésbé lett volna lelkileg komoly és felemelő. Én azt gondolom, hogy ez is jól sikerült. Aztán nyilván a Betlehemre való készülő, azok a gyertyaültások, azok, hogy mindegyik szép élmény volt.
igyekeztem részt venni, ahol amelyiken tudtam nyilván. Hát a sajátunk volt a legutolsó, a negyedik, ugye már teljesen a karácsonynak a mesdjén, utolsó napján, ugye, és ott is egy hatalmas nagy ünnepség alakult ki, ahol szépen a győrfis gyerekek tényleg egy megható előadással segítették azon mindenkinek a felkészülést. Aztán csináltunk ilyen egyházközségi betlehemest a templom körül, amit a szél majdnem elvitt, de mégis nagyon sokan részt vettek, aztán a tévében is lehetett látni, hogy tényleg olyan sajátos, élő betlehem jelleggel azon, hogy na, próbálunk mindig valamit tenni, hogy egy kicsit azért megmozduljon az ember, a közösség, tehát hogy élő legyen, ne csak a szentmisség, ne csak a kötelező szertartásokon való részvétel legyen, hanem az egész közösség úgy azért lelkileg más-más formában is tudjon, azt mondom, hogy táplálkozni. És nyilván a kultúra az ugye, az nekem nagyon fontos terület, a zene különösképpen, és hát alapból évek óta jó barátság vagyok a Szent Márton Imrével, ugye Szent Martinnal, és ugye rögtön igent mondott a karácsonyi koncert felkérésre, és ugye őt köszönthettük is. Hát igazából mondhatni, hogy teltházas koncert adott a templomban, ami megint azt mondom, hogy nagyon nagy élmény a karcagiaknak, és azt mondom, meg hát nekem mindig, egyedül is meg, ha elhallgatnám egyébként, de nyilván egészen más, amikor egy közösségnek tudunk segíteni ezzel is, hogy a zene, akár a zene hullámosszán is valahol egy tényleg esztétikai élményben legyen része. És megtörtént itt Karcagon az első éjféli mise is, a karácsonyi éjféli mise, és az is szép telt házzal. Igen, hát az éjféli mise az, azt gondolom, mindenkinek az olyan szép élmény, és talán aki lehet, hogy évben csak egyszer jön el szentmisére, de akkor rászánja magát is, eljön. Hát nyilván mi jobb szeretnénk, ha gyakrabban tennék, de hát nyilván ezt is elfogadjuk, és ennek is örülünk, hogy ha akkor ott vannak. És nyilván az egy megható élmény, hiszen nyilván a karácsony az a meghittségnek az ünnepe is, ugye szokták mondani, hogy a legnagyobb ünnep, ami persze keresztények kicsit azért másképp értékeljük. Tehát a húsvét után, vagy húsvéttal együtt talán igen a legnagyobb ünnepünk, ahol azért a születés az egy mindig olyan bensőséges, meghitt dolog. A feltámadás az egy kicsit olyan távoli nekünk, az olyan fájdalommal teli, szóval azt nem élünk, nem, és az egy komolyabb ünnep. A születés, a karácsony, ez valahogy olyan bensőséges, olyan gyereknek tudunk örülni az ember, hogy rámosolyog a csecsemőre, azt mondom, hogy emiatt olyan a betlehemi jászornak a melege, annak a vonzása, szóval ad tényleg egy ilyen családias bensőségességet is, ezért is az éjféli mise az mindig egy meghatározó élmény, azt gondolom. Én úgy éltem meg, hogy tényleg tényleg telt házzal volt a szentmise, és hát ugye nem nagyon van utóbbi időben kántorunk, és pont éjfél misére a Jóisten adott egy fiatal embert, 13 éves Zsigát, aki akkora bejelentkezett is, hát nagy izgalommal készülve, gyönyörűen orgonált az éjféli misé, úgyhogy ez is egy ajándék volt számunkra. Új évet írunk, 2024-es esztendőt, és már láthattuk a meghívókban, hogy egy különleges eseményt szervez február 10-ére. Mi ez a különleges esemény? Hát ha Jóisten is úgy akarja, akkor megrendelésre kerül az első karcagi keresztény bál február 10-én valóban. Hát nem különleges ez annyira, csak azt mondom, hogy nem volt itt hagyománya. Én az első papi évemtől kezdődően már fontosnak tartottam, hogy az élet minden szegmensében a kereszténység jelenjen meg. Ez nem az én kitalálmányom, az egyháznak ez a tanítása. Hogy mindenütt valahogy minden kulturált társadalmat át kell itatni a kereszténység jegyében. De meg kell jelenni. De nagyon sokszor szeretnék a keresztényeket bezárni a templom mögé, meg maximum az iskolákba. De hogy a társadalomban maximum csak a szociális hálón keresztül szeretnék jelen lenni, hogy igen, támogasson, hogy igen, adjon az embereknek, meg segítsen, szeretjük az ilyen szolgáltatásokat, a máltaiak, a karitász, meg ezeket, de egyébként meg úgy nem, sokszor úgy gondoljuk, hogy csak a templomban való az egyház, meg a saját kis területén. De nem, a keresztény ember az élet minden területén jelen van.
Tehát aki keresztény, nem csak a templomban keresztény, hanem akkor is oda megy a bárpulthoz, akár vagy éppen az iskolában, vagy a politikai pártban, tehát akárhol mindenütt kereszténynek kell lennie. És azt gondolom, hogy minden területét az életünknek, azon valami módon idővel meg kell, hogy szenteljünk, a kereszténységgel át kell itatnunk. Tehát azt gondolom, hogy a szórakozás, ugye a kultúra, a játék, az alapvetően emberi adottság. Homo ludus, ugye az ember, tehát játékos, ez természetből fakadóan bennünk van. Éppen ezért a bál, a tánc, ugye az önmagában az is a része az ember életének, fontos része. Nyilván nem véletlen, hogy a mottónk, amit a plakátra is föltettünk, ugye a Prédikátor könyvéből van, a Szentírásból, ideje van a nevetésnek és ideje a táncnak. És hát mikor van az ideje, amikor farsangot írunk, ugye ez is az egyháznak egy sajátos hagyománya. És ugye nagyon fontos, hogy ebben az időszakban mi a helyén kezeljük a farsangot. De nagyon sok ugye a társadalomban, a világban ez nem igazán tartják be, nem mindenki tartja, inkább úgy fogalmazom, de én fontos ebben példát akarom mutatni, hogy igenis abban a klasszikus farsang időben táncolunk, ideje van ennek. Ami azt jelenti, hogy a vízkereszt ünnepétől húshagyó keddig tart a farsang hivatalos, ugye keresztény egyházi meghatározása, és hamvasztó szerdán utána kezdődik a nagy bőt, ami ugye a vasárnapokat leszámítva 40 nap húsvét ünnepéig. Ez amikor a 40 napos bőt, nyilván a vasárnapot kihúzzuk, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy 13-án van húshagyó kedd, akkor lezárul a farsang. És azt megelőző, úgynevezett farsang farkán, ugye akkor azon az utolsó hétvégén, szombaton lesz a első karcagi keresztény bálunk, igen. Tehát ennek ez a háttere, hogy ebben az időszakban akarjuk, és ugye, hát az lenne a lényege, ugye, hogy tehát egyértelműen keresztény bált akartunk. Hangsúlyozni azt, hogy minden keresztény érintve lehet egyrészt, tehát nem akartam egyáltalán, hogy katolikus bál legyen, mivel hogy abszolút a kereszténység, különösképpen most az ökumenikus imahét kapcsán is fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk. Egyébként is azt mondom, hogy testvérek vagyunk, Krisztus a központ, mind a két egyháznak, de azt kell keresni, ami összekes, nem azt, ami szétválaszt. Nagyon fontos. És ebben is azt szerettem volna, éppen a Lesperesról is erről beszéltünk, hogy támogassa ő is, és hogy mindenkit meghívunk. Persze még ez sem jelenti azt, hogy a keresztény bál, hogy csak keresztényeket akarunk meghívni. Mi csak a jellegét akarjuk mutatni annak, hogy mi keresztény módon, kulturáltan, igényesen akarunk szórakozni, és erre meghívni, ebben is példát adni. Tehát, hogy igyekszünk olyan szervezést, olyat megalkotni, amiben azon, hogy példát tudunk mutatni az egész világ felé, hogy igenis lehet és kell szórakozni igényesen, kulturáltan, és lehetőleg minél olcsóbban. Tehát ezek a szempontok, amiket én igyekeztem ebbe most összehozni. Beszéljünk egy kicsit a bál részleteiről. Milyen műsort terveztek erre az estére? Hát nyilván, ami az első keresztény bál, én is még keresem a helyemet ebben, hogy itt kit ismerünk, ki az, akit mi, és nyilván sok minden átfutott az agyamon, de a legfontosabb az, hogy jót szórakozzunk, ezért nyilván az elsőleges az volt, hogy egy jó zenekart találjunk, és nyilván mivel nem ismerem a környéket, nyilván segítséget kértem, és a Happy End Band zenekart ajánlották, aki már többször volt Karcagon is állítólag sikerrel, úgyhogy őket sikerült megkérnünk. És hát nyilván gondoltam, hogy azért egy ilyen nagy jelentőségű bár, azért valami sztár vendéget is hívunk, aztán egyik kedvencem, nyilván egy kicsit szubjektív a dolog, mert mindig a szervező az úgy csinálja, hogy neki jó legyen. Egyik kedvencemet hívtam meg, a Homonyik Sándor művész urat is örömmel jön énekelni. És hát ugye nekünk a legnagyobb öröm az, hogy a fővédnökséget a Varga Mihály pénzügyminiszter úr vállalta is, jelenlétével is támogat bennünket, azonban ez nekünk nagy öröm. Aztán nyilván egy kis műsort azért igyekszünk beletenni az elején azért, de nem akarjuk túl tolni azért, mert azért a bálozáshoz, a táncoláshoz legyen elég idő. A Karcagváros vegyes karának kamarakórusa fog föllépni egy rövid kis műsorral, meg a Zbiskó házaspár szintén egy műsorszámmal, tehát csak úgy megvillantani, hogy ez itt ugye a Zoli az nálunk a
az egyházi, a templomi kis gitáros énekkarban is, vagy a zenekarban is már ott szerepel és segít nekünk, úgyhogy ja, tényleg a mi emberünk, úgyhogy örülünk, hogy őt ilyen értelemben magunkénak tudhatjuk az egyházközségben, és hát ő neki, őt kértem, hogy ő is mutassák még egy kicsit magukat, és majd a Györfis lányok, fiúk fogják adni a nyitó táncot. Gyakorlatilag ennyi lesz így a nyitányként is, majd valamikor vacsora után később lesz a Művész úrnak a fellépése, éjfélkor tombola, nagyon sok tombola nyeremény lesz, különösképpen kiemelném a fődíjat. Igen, ugye, erre akartam rákérdezni, hogy mi lesz a fődíj. Egy hetes szicíliai zarándoklat lesz a Viaszakra felajánlásával. Úgyhogy én azt mondom, hogy minden adott ahhoz, hogy jó szórakozzunk és igényesen kultúráltan. Én azt gondolom, hogy a lehetőség mindenki számára adott, büfé is lesz, meg mit hagytunk ki. Azt hiszem, a lényeget elmondtuk, már csak az kell, hogy minél többen megjelenjenek és jól érezzék magukat. Bízunk benne, hogy ez a gondolatsor többünket megszólít, és minél többen fognak részt venni ezen az első keresztényválon. Nagyon remélem, mi legalább 300 fővel számolunk. Úgy legyen. Ugye még évelején vagyunk, azért mindenki tervez az évre, hogy ezt és ezt szeretném megvalósítani, ilyen lehetőségekkel szeretnék élni. Vannak-e tervei az idei évre? És mik azok? Csak úgy nagy vonalakban, nem kell természetesen most az egész évet elmondani. Igen. Mik a tervei erre az esztendőre? Hát a padlás tele van tervekkel, de az igazság, hogy az élet általában felülírja, úgyhogy az első év azért, megmondom őszintén, tapogatózás. Uh-huh. Tehát persze, most beszéltünk arról, hogy nem csak tapogatóztam a sötétbe, de azért nem akarok semmi olyat elmondani, amit nek nincsen jövője. Meg azt el kell mondani, hogy a legfőbb témánk most ebben az évben, hogy a templom felújítása, annak a köré csoportosulnak a gondolataink, hiszen látjuk, hogy elég ramagy állapotban van, és egy külső belső felújításba gondolkodunk, és hát erre irányulnak most minden tevékenységünk, gondolatunk, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. De természetesen ezzel nem áll az élet. Tervezzük a közösségeknek a jövőjét, nyilván az iskolákban a beiskoláztatás, nyilván ott is a fejlesztések vannak. Tehát igyekszünk a közösségekben csíksomlyói zarándoklatra, például közösen szervezzük az önkormányzati szervezővel, aztán hát lesznek még más zarándoklatok, amiket tervezünk. Októberben biztos, hogy egy szicíliai utazás lesz. A tombola fődíját valaki megnyeri, akkor már ő részt vehet ezen az alkalmon. Tehát vannak ilyen, és még nagyon sok közösségi dolog, de még az igazság, hogy annyira évelején vagyunk, hogy még tényleg nem tettem egy konkrét tervet le az asztalra. Az élet hozzá általában, és mindig meg szoktam álmodni. Van, hogy sokszor szentmise alatt idején néha Szentlélek súg valamit, és akkor bevillan, hogy szeretnék, mint szeretnék megcsinálni. Tehát szóval azt nem akarok, nem szoktam én nagyon tervszerűen előre gondolkodni, hanem úgy, ahogy adja az élet. Plébános úr, én kívánok önnek sok-sok bevillanó álmot, ahhoz egészséget, kitartást, kreativitást, hogy azt valóra váltsa, és hát minden jót kívánok erre az esztendőre és az elkövetkezendő esztendőkre is. Nagyon szépen köszönöm. Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket.